Sziasztok! A mai videóban a hajszínező krétát fogom megmutatni, méghozzá pasztel kréta személyében, mivel ez ugyanazt a funkciót tudja ellátni, mint a hajszínező kréta, csak jóval olcsóbb, és már volt ilyen videó, viszont annak a minősége elég rémes, de azért le fogom tenni az infoboxba, ott színes, ilyen sokszínűre festettem a hajamat, most viszont zöldre fogom, ilyen azt hiszem teknős zöldnek nevezték most ezt a trendet, és a fesztiválokon elég sok ember virított így a külföldi fesztiválokon. Szerintem idén ez nagy sláger lesz, úgyhogy vágjunk is bele. Ő a pasztelkréta sorom, illetve vannak még különálló pasztelkrétáim is másik helyről. Így néznek ki, kibontva. 2000 forint alatti összegért beszerezhető, nem akarok hülyeséget mondani, de nem egy drága dolog. És ugye most a zöldet fogom használni, illetve vannak olyan pasztelkréták, amiknek tényleg ilyen pasztel árnyalatai is vannak. Ők. Tehát őket is használhatnám, nagyon szép színárnyalatok vannak, lehet, hogy őket is igénybe fogom venni, hogy elérjem ezt az árnyalatot. És amit ehhez tennetek kell, hogy még egy vizet, vagyis vizes hajra tudjátok rá dolgozni. Amúgy azt néztem, hogy a rúzsomat azt lehet, hogy elég ütni fogja meg a sminkemet, de az előbb vettem fel videót, és már nem volt kedvem új make-upot feltenni. Úgyhogy kezdjük el. Nyilván úgy a legegyszerűbb, hogyha a kimosott hajat, vagy bevizezzük az egész hajunkat. Én most itt fogom előttetek bevizezni, úgyhogy ahogy esik, úgy puffon a lapon. Az előbb már kiborítottam egy tálvizet, úgyhogy egy kis kulisszatitkot eláruljak. Szóval, bevizezzük az adott tincset, vagy az egész hajat. Lehet, hogy ki kéne mennem a fürdőbe is bevizezni. Jó, akkor kimegyek a fürdőbe, és visszatérek vizes hajjal. Visszatértem, vizes a hajam, úgyhogy kezdhetjük a műveletet. Ahol nem elég vizes, ott majd még vizezek, hogy a tálnak is legyen funkciója. Megnézzük most ezt a No Name krétát, hogy mennyire fogja be. Amúgy elég szépen, látjátok, hogy fogja be. És szép zöldet lehet abszolválni ezzel. Annyi a lényeg, hogy végighúzom rajta a krétámat, és gyönyörűen befesti a tövét is, ráadásul, amit én nagyon szeretek, hogy mivel egy por dolgozok bele, ugye ennek a pasztelkrétának, vagy a hajszínező kréták is ezen elven alapulnak, hogy beledolgozom ezt a port a hajamba, ettől még tartása is lesz a hajnak pluszban. Amúgy tincsenként érdemes haladni, és hátul érdemes megkérni valakit, hogy segítsen, mert elég nehéz, vagy kell egy tükör, egy dupla tükör, ugye, segítségként, hogy szépen látható legyen, és szépen egyenletesen lehessen dolgozni. Mint látjátok, már tök jó zöldes a hajam. És így tovább. Én, mivel ez egy türkizes árnyalat, ez a teknőzöldnek nevezett mostani trend, ezért kéket is érdemes beletenni, illetve játszani egy kicsit az árnyalatokkal. Úgyhogy most teszünk bele egy kis kéket is, hogy meglegyen ez a türkiszes hangulat. És szerintem nagyon mutatós lesz így, ilyen zöld és kék árnyalatban a haj. Direkt egyenesre hajtam, mert így szerintem azért mégis jobb, mint hogyha göndör lenne, és úgy néznék ki, mint egy fa. És mindjárt visszatérek, amikor már így a nagyja megvan, mert elég hosszú ez a művelet. Annyira kell vigyázni, hogyha világos felső van rajtatok, akkor igencsak pereg, tehát összefoghatja a fehér felsőtöket, ha víz éri, akkor nyilván lemosódik, és folyhat a festék rajtatok, viszont pár napot simán el tudtok vele így lenni, és nagyon mutatós tud lenni. Egy hajmosással pedig tökéletesen kijön, de mindjárt visszatérek. Elkészültem a zöld hajjal, még egy kicsit nedves, majd mindjárt megszárítom, és szerintem baromi jól néz ki, nekem legalábbis nagyon bejön. Nyilván még egy kis kéket lehet beletenni, hogy még türkiszesebb árnyalatú legyen, mert most így nagyon zöld, és ahogy látom a kamera szerint meg teljesen zöld. Ha megszárad, akkor még szebb lesz. És sülve
még szebbé lehet tenni, egységesebbé, és hát ugye a bőrömet is befogta néhol, tehát erre is érdemes odafigyelni, hogy utána ezt lemossuk, és ez napokig ugye a hajmosásig ilyen lesz. Eléggé szúródik, ezért én világos ruhát annyira nem ajánlok, inkább olyat, amit nem féltettek, hogy összefogja, mert eléggé nem jön ki a ruhákból, illetve amit javaslok, hogy előtte és utána baromira balzsamozzátok a hajatokat, mert szárítja, hiszen egy por kerül rá, ugyanúgy, ahogy a száraz samponok is szárítják a hajat, ez is szárítja a hajat, viszont, mint látjátok, azért a volumenét megnövelte, pedig még nedves. Mindjárt megmutatom, milyen, ha teljesen megszárítjátok. Nos, részemről ilyen teljesen szárazon, de hajszárítót azt azért nem ajánlom, mert szintén szárítja a hajvégeket. Inkább azt mondom, hogy hagyjátok, hogy a levegő szárítsa meg, és hát persze meg lehet igazgatni a tincseket, mert most, mint látjátok, elég kóci-móci vagyok. De szerintem egy fesztiválon ez nagyon vagányul tud kinézni, egy virágkoszorúval fel tudjátok dobni, és ilyen tavasz tündér hatást tudtok elérni vele. Remélem, hogy tetszett a videó, és a másikat is érdemes megnézni, ott talán még több információ van, csak annak a hangja annyira nem jó. És ezt bármilyen színnel el tudjátok készíteni, szóval lehettek piros hajúak, lila, kék, zöld, amilyet csak szeretnétek. Sziasztok!